Szeretettel köszöntelek benneteket, én Nagy Anikó vagyok, és a Teremtés könyvéből csak nagyon röviden szeretnék veletek megosztani valamit, amit hát így kipattintott az Úr, ahogy a Laci is mondta, a Szent Szellem által. Nagyon szeretem a Teremtés könyvét olvasni, mert engem mindig elképeszt, hogy Isten mennyire kreatív, és mennyire szeret minket, és hogy láthatjuk azt, hogy mit is tervezett el eredetileg rólunk. És hála az Úrnak, hogy amikor visszajött a bűnbeesés után, ehhez az eredetihez vezetett minket vissza. De most igazából a bűnbeesésről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy mi is történt valójában. És az 1 Mózes könyvéből a 3. fejezet 7. versét szeretném csak felolvasni. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa levelet fűztek hát össze, és ágyékkötőket csináltak maguknak. És számomra a Szent Szellem azt elevenítette meg ebben az igében, hogy megnyílt a szemük, mindkettőjüknek a szeme, de vajon mire nyílt meg a szemük? Hát a negatív dolgokra. Elkezdték a negatív dolgokat látni, ahogy egymásra néztek, ahogy magukra néztek, azt látták, hogy meztelenek. Pedig Isten szemében a meztelenség az nem volt negatív. Egyáltalán nem. Most sem az. Csak mi kezdtük el így látni a dolgokat. És elkezdték egymást nézni, és egymást ítélgetni. És hogyha megnézzük manapság az embereket, főleg itt Magyarországon, mi is nagyon ilyenek tudunk lenni, hogy egymást nézzük, és egymásban nagyon könnyen megtaláljuk a negatív dolgokat. Viszont hála az Úrnak, hogy egy új szívvel ajándékozott meg minket, és visszavezet minket oda, hogy eredetileg gondolkozzunk úgy, ahogyan az Atya, ahogy Jézus maga gondolkozik. Mert ő hogyan gondolkozik? Nem úgy, hogy ránk néz, és látja a negatívumainkat, ha észre is veszi, azt mondja, hogy te ennél sokkal több vagy, sokkal több van benned, és ezen menjünk túl, lépjünk ezen túl. Ahogy a Filippi levélben is olvassuk, hogy mire buzdít minket Pál apostol, azt mondja, hogy amik igazak, amik tiszták, amik jó hírűek, ami csak erény, ha találunk ilyet. Minden olyan dolog, ami hálaadásra buzdítja a szívünket, olyan dolgokkal foglalkozzunk, és így újítsuk meg a mi elménket, hogy ahogy bemegyünk a munkahelyünkre, vagy ahogy a családtagjainkkal foglalkozunk, és meglátjuk a pici hibáikat, akkor ne az legyen óriási a szemünkben, hanem lássunk ezen túl. És még egy dolog, ugye az Úr megparancsolta az embernek, hogy a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. De mi halt meg az emberben? Ez az Isten képűség, hogy az ember már nem úgy kezdett el gondolkozni, mint Isten, hanem átvettük az ördögnek a gondolkodásmódját. De hála legyen Jézusnak, hogy ő visszahozta belénk, egy új természetet hozott vissza belénk, egy új gondolkodásmódot, de ehhez nagyon fontos az, hogy a lelkünket ehhez az új emberhez igazítsuk. És ennek én azt gondolom, hogy a kulcsa az a gondolkodásmód. Mert hogyha a gondolkodásmódunkat a jó dolgokra irányítjuk, akkor a szívünkben nem fog tudni mérget csöpögtetni az ellenség, és ahogy a Laci is mondta, a szívünk tiszta marad, és egy tiszta jó földbe fog belehullani az Istennek az igéje, és akkor tényleg gyümölcstermőkké fogunk válni. Amen. Amen.